Sziasztok, én Lord Gyilkos vagyok, és itt vagyunk a vlognak a negyedik részével, és remélem jó a kamera, illetve ha dobogatást fogtok hallani, akkor az azért van, mert éppen az ácsok csinálják a tetőnket, és most van időm felvenni. Mirtikém? Ne. Szóval, akkor most ez... nehéz a kamera, azért a jobb kezemnek is. Na, úgy lesz, hogy... Ugye most én az osztálykirándulásról fogok beszélni úgy nagyjából, ami abból fog állni, hogy fogom a lapot, mondom, hogy melyik város, és hogy ott mit csináltunk. Illetve, hogy útközben volt-e valami. Úgyhogy ja, lehet, hogy le fogok konzerválni, vagy felrakom oda a kamerát, úgyhogy engem vegyen, aztán ilyenek. Meglátjuk, szerintem tartani fogom. Az a legegyszerűbb, vagy ha leülök. Hát ja. Na de mindenek előtt volt tegnap egy ígéretem Majának, hogy megmutatom hátulról hajamat, hogy lássa, hogy borzalmas. Viszont várjatok egy pillanatot. Na, itt vagyok, és próbálkozzunk meg a hajam hátuljának megmutatása. Húha. Most, hogyha itt van, elméletileg így kell látnotok, azt hiszem, de nem tudom. Igazából itt bevizeztem hátul, úgyhogy ja, van egy ötletem. Csak nekem is be kell állítanom, hogy nincs lássam, és akkor emetek. Ott lehetne látni, hogyha kicsit zoom. Ott. Ott a hajam a tükörbe. Ugye milyen borzalmas ideig leér? És annyira irritáló. Na, egy kicsit elrébb jövök. Nem tudja, hol fókuszáljon a kamera. Borzalmas. És itt kell bevizeznem folyton, mert hogy ez itt feláll. Igen, WC-ben vagyok, és itt... Igen, na, ezt a zoomot szedjük ki. Kamera. Kis Sony kamera. Kukucs. Na, és akkor most egy szemből mutatok valamit. Bár azt is jobb lenne így, hogy amikor itt, ez itt kiáll. Bár mondjuk, várjatok. Így. Szóval, itt vagyok. Amikor ez itt kiáll, az úgy nagyon szép és gyönyörű. Főleg az arcon. Úgyhogy, ja, na várjatok. Így jó. Így a jó. Na, én viszont kimegyek. Csak igazából ezt akartam megmutatni, mert hogy megígértem. Aztán, ja, meg így bebizonyítom, hogy igazam van. Na. Jó, veszi. Szóval, majd elfelejtettem valamit, így a vloghoz. Még egy ígéretem volt, ami arról a kis picikéről szólt, hogy őt megmutatom. Úgyhogy, gyere picikém. Mirtikém, gyere ide. Gyere ide. Gyere. Gyere. Gyere ide. Gyere ide! Gyere ide! Gyere! Hova mész? Gyere ide!
Látlak. Szia. Na jó van, békén hagylak hám téged. Gyere ide. Gyere. Ott vagyok én? Na mindegy, hagylak. Remélem mindenkit boldoggá tettem. Kicsit megmutattam a kutyát. Aztán ja. Na. Úgyhogy nézzétek tovább, hogyha közben vágtam be, hogyha nem a végére raktam be, akkor nézzétek tovább. Hogyha végére raktam be, akkor a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Na, szóval akkor ezt egy kicsit lerakom. Tudom, hogy nem engem láttok, de se baj. Úgyse vagyok szép. Hoztam magamnak egy papírkát. Na, szóval, húha, ezt nekem olvasnom kell. És nem fogom még bírni a kezem. Na mindegy, első napon, kedden, június 13-án indultunk el innen Pécsről, a Babics elől, mikor 6:30, ugyanúgy hajnali 5-kor keltem. Nem, 6-kor indultunk. És az első megállónk rögtön fent volt északon, Észak-Magyarország nyugati felén, Komáromba voltunk. Odaértünk 9:30-re, 10-re kellett mennünk, de útközben nem tudtunk megállni, mert siettünk. Ja, csak 1/2 órás szünetünk lett volna. Hát ott megnéztük a... Komáromban van egy ilyen 13 erődből álló erődrendszer, ha jól értettem, jól emlékszem. És azt néztük meg, majd bent voltunk az egyikben, nem tudom mi volt, melyikben. Mindegy, bent voltunk az egyikben. Igazából ott egy pár órát elvoltunk, megnéztük, hogy milyen volt belül. Ott a túravezető, vagy nem tudom minek nevezzem, beszélt, magyarázott, hogy ilyen hosszú, meg olyan hosszú, mit, miért csináltak, hányan voltak ott, meg hogy az oroszok, szovjetek, akkor még szovjetek, lőszertárnak használták ezt az erődrendszert, ráadásul annyira, hogy az egészben a majdnem mindenhol a plafonig értek a lőszeres ládák, amiknek a darabjának súlya egy mázsa volt, elméletileg. Hiszi, aki elhiszi. A kezem. Aztán itt egy csomó helyen jártunk meg ilyenek. Na itt ebben az erődnek egy kis részét végigjártuk, olyan helyek voltak. Annyi az érdekesség az erődnek, hogy nem úgy volt, hogy kint volt a föld felszínén, hanem egy dombba beleépítették. És dupla, hogy is mondjam, dupla védvonal volt. Hát, dupla fala volt igazából. Volt egy külső fal, ugyanúgy a dombban, hogyha ágyúzták, akkor nehezebben rombolták le a föld miatt, mert hogy enyhítette, tompította a lövedéket. Mondjuk ez az első világháborúban kezdett el épülni. És mire befejezték, addigra már jelentéktelen volt, hogy mennyire van a föld alatt, így is úgyis szétbírták volna rombolni, hogyha akarták. Úgyhogy ja. Aztán átmentünk Szlovákiába, ugyanúgy Komáromba. Ugye Trianonnál Komáromot elfelezték. Egyik fele Magyarországon maradt, másik fele meg Szlovákiába került. Csehszlovákiába akkor. Az akkori Csehszlovákiába. Aztán voltunk az a nap főleg Szlovákiában zajlott. Komáromból elmentünk Bőshöz, ahol is ilyen bősi vízlépcsőt kellett volna látni. Nem tudom, miről volt szó.
valami a... Ja, vágom, vágom. Az van, hogy... Bocsánat, ezt kicsit lerakom. Mert hogy... Ja nem, jó, kezdet váltok. Hogy a vízlépcsőt azt úgy kell elképzelni, hogy nem olyan, hogy így lefolyik szépen, hanem a Duna. Duna vízlépcső, ami abból állt, hogy... Bocsánat, csak nem tudom, hogy fogjam. Ami abból állt, hogy ide egy vízi erőművet építettek, ami duzzasztóként szolgál, és a hajókat itt lépcsőztetik konkrétan, azért lépcső, azért vízlépcső, mert a hajókat lépcsőztetik. Bocsánat, muszáj levőnöm. Jaj, na. Szóval a hajókat lépcsőztetik, úgyhogy bemennek egy helyre, ott vagy felviszik a vízszintet, és akkor megy tovább, vagy leeresztik, és akkor úgy megy tovább. Nem lesz ez így jó, mindjárt felállok, csak muszáj volt kicsit levőnöm, meg egy pillanat iszok. Amit rendet raktam, csak miattatok az asztalom. Ó, igen, a jó kis meleg Fanta. Az az igaz. Szóval ez volt Bősnél. Aztán Bősből elmentünk Pozsonyba. Az is vicces sztori. Gyertek, sétálgatunk tovább a szobámba. Szóval, ja. Bősből elmentünk Pozsonyba, ahol is Pozsony belvárosában mászkáltunk. Nem is az, hogy végigjártuk az egészet. Mondjuk a Pozsonyvárban nem voltunk. Na mindegy, belvárosában mászkáltunk. És kaptunk egy olyan idegenvezetőt, ugye magyarul beszélt, de olyan nagy szünetekkel beszélt, és olyanokat mondott, hogy az ember majd kitépte a haját. De a legjobb az az volt, amikor azt mondta, hogy... Várjunk, mindjárt keresek egy olyan szót, amit mondhatott. Egy valvel ragot kell mögé raknom. Mondjuk... legyen a sajttal. Nem mondta, de a sajta is tökéletesen megteszi. Szóval úgy mondta a sajtalt, hogy sajt... Valaki egy kávét? Nem? Ti sem? Tal. Így valvel ragott, szépen arrébb rakta. Mert hogy így elkezdte a szót, hogy sajt, és így gondolkodott közben. És mire befejezte a gondolkodást, már csak annyit mondott. Tal. Szóval mondta a szót, gondolkodott, aztán a valver robot oda rakta mögé. Vicces volt. Nem. Távozz tőlem, sátán. Aha. Úgyhogy, ja. Remélem látszik, hogy tartom a kezem. Ha nem, akkor mindjárt megmutatom. Úgyhogy érdekes. Remélem látszik. És nem csak azt látjátok, hogy mi van. Úgyhogy, ja. És ezt tartott 3 órán keresztül. Aztán János Somarján volt a szállás, oda ilyen... Elnézést. 8 körül érkeztünk meg, meg is vacsoráztunk. Elnézést, majd elmentünk a szállásra. Mert ugye egy étteremben, egy vendéglőben vacsoráztunk, nem a szálláson. Húha, amikor kikerül fókuszból, olyan vicces. Úgyhogy a vendéglő után elmentünk a szállásra, majd a szálláson el voltunk, kaptunk külön szobákat, tök jó volt,
ilyen 3-4 fő szobák voltak. Az tök jó volt végül is. Az, meg volt wifi. És ilyen apartman volt, apartmanszerűségek voltak ezek a szállások, szobák. Úgyhogy volt minden. Teljes mértékben tök jó volt. Aztán második nap úgy volt, hogy elmegyünk Fertődre a várba, Fertődi várhoz, majd Fertőr Ákoshoz a kőfejtőhöz, kőfejtőbe, Sopronba, majd legvégül Csapodra a szállásra. De mivel a Fertődi várnál csak délután tudtak minket fogadni, ezért teljesen megfordítottuk az egészet, először mentünk Sopronba, majd Sopronban elmentünk Fertőr Ákosra, és végül Fertődre, és onnan a szállásra, Csapodra. Hát Sopronban, fogalmam nincs, hogy mit csináltunk. Konkrétan aztán megnéztünk egy templomot, meg egy azt a tűz valamit, nem? Vagy ez már... Aha, azt a tűz valamit néztünk meg, a tűzoltó tornyot. Hát a... Konkrétan arra szolgált ez a tűzoltó torony régen, hogy itt, hogyha ide felmásztál, akkor konkrétan ráláttál az egész városra, és ezért láttad, hogyha valahol tűz van, így értették a tűzoltó tornyot. Vagy ebben szerintem így értették, mert hogy én így tudnám elképzelni a használatát. Na várjatok. Iskolatáska? Én. Iskolatáska? Menj a francba. Na szóval. Hú, basszus, holnap évzáró. Vicces. Aztán elmentünk ugye Fertőr Ákosra, a kőfejtőbe. Elég durva a hely az. Nagyon durva a hely az. Csináltam róla képeket, így kőfejtő aljában ilyen kiállítás van. Nem tudom miért pont az van ott, na mindegy. Gondolom, így a Pannon-tengerben élő állatokból készült a kiállítás. Valábbis annak látom értelmét, mivel hogy Pannon völgyben élünk. Ugye itt húzódott, itt volt régen a Pannon-tenger, ahol mi most élünk. Úgyhogy ezért gondolom, hogy abból volt a kiállítás. Mert nem figyeltem rohadtul. Mindegy, képek vannak, csináltam egy selfit is, örüljetek. Cápa, szája, minden. Aztán, hogy is mondjam, olyan jó idő volt ott lent, hogy nem fáztam, de jó idő volt. Mondjuk térerő semmi nem volt, mert hogy akkora nagy mészkőréteg volt fölöttünk, vagy ilyen kőréteg, hogy semmi se jutott be oda, semmilyen jel, az biztos. Aztán innen elmentünk Fertődre, Fertődi várhoz, ami az a durva, hogy nem emlékszem már rá. Mi volt? Milyen Fertődi vár? Fertődi vár az... Fertődön nem várban voltam, hanem kastélyben, az Eszterházi kastélyt néztük meg, most jut eszembe. Azt mondom, hogy az harmadik nap volt, de nem, ez második nap volt, ez volt az utolsó hely, ahol is szép hely, de nem az én ízlésemnek. Mert hogy én nem szeretem az ilyen túldíszített valamiket, nekem ez túl sok volt. Úgyhogy nekem nem annyira tetszett. Viszont voltak olyan osztálytársam, akik azt mondták, hogy kifejezetten jól nézett ki. Ez a nagyon fehér minden. Bocsánat. Csak már nem beállt a hajó elő, nem bírom piszkálni. Szóval nagyon fehér minden, de ahol nem fehér, ott arany. Meg egy csomó festés van. Festmény. Úgyhogy ja, fura volt számomra. Nekem nem annyira jött be. Viszont akkora hatalmas tükrök voltak, meg a kert is szép. Viszonylag, mondom, nem az én ízlésem, mi mindig. Úgyhogy, ja. És volt egy olyan érdekesség, hogy fent voltunk a felső, a másik emeleten, és ott volt egy olyan terem, ahonnan volt egy ablak,
ahonnan, hogyha kinéztél, látta három ösvényt. És ez a három ösvény abban volt érdekes, hogyha elnézted az első, vagyis a baloldali ösvényem, akkor egy cukorgyár silóját láttad, nem tudom milyen messze. Hogyha elnéztél jobbra, akkor egy vadászházat láttál. Hogyha pedig elnéztél egyenesen, a középső ösvényen, ott pedig egy templomot véltél felfedezni, nem is olyan közel, de mondjuk nem tűnt távolinak. De aztán mondta ott az idegenvezető, hogy milyen messze is van az a templom. 4 kilométerre volt tőlünk, és tisztán lehetett látni. Úgy lett kialakítva az az út. Éppen a hátamhoz piszkálok egy pattanás, nyugodjon, mindenki nyugodjon meg. Igen, tudom, sötét vagyok. Már is jobb. Aztán elmentünk Csapodra a szállásra, ahol is elég sok dolog történt. És ehhez jobb lenne lerakni a kamerát. Na. Hát tök jó, az ujjamat tartom, hogy megfelelő magasságban legyen. Szóval, Csapodon, ugye volt a szállás, ilyen kis házikók voltak, de úgy elképzelni a kis házikókat, hogy volt 3 kis házikó. Volt az első, ahol a vécék, a zuhany, a vécék voltak, meg a zuhany, illetve ott volt egy külön ajtó a tanároknak, illetve a buszsofőrnek külön szállás résszel, hogy ők tudjanak nyugodtan aludni tőlünk. Volt a középső ház, ahol is egy konyha rejtőzött, csak. Illetve volt a harmadik, ahol mi voltunk. Annak 2 szintje volt. Volt fent egy 3 szobás, 3 ágyas kis rész. Volt egy 9 ágyas, azt hiszem. Azt hiszem egy 9 ágyas még. Meg lent egy 18 ágyas. Hát a lány, 3 lány volt, ők voltak a 3 ágyasban. 8 fiú volt fent a 9 ágyasban, és a többi, várjatok, számolok, 16-17 fiú, 17, meg lent volt. Úgyhogy, ja, érdekes volt. Mondjuk én hamar kidőltem aznap este, mert hogy elég elfáradtam ugye az előző 2 napba, de csak és éjfélkor kidőltem, hajnali 6-kor keltem. Érdekes volt. De így többen beszámoltak arról, hogy ők 3 órát aludtak, mert hogy hangoskodtak a többiek, én fel se ébredtem rá, meg simán elaludtam mellette. Úgyhogy, ja, milyen alszom, meg jól el tudok, könnyen elalszok hangzavarban is. Az egy előny, ilyen osztály mellett. Próbálok minél jobban nekidőlni ennek a virágállványnak, hogy ne mozogjon, de eldől. Úgyhogy, ja, ott finom volt a kaja, mit csináltunk? Paprikás krumpli volt a kaja, az jó volt. Aztán harmadik nap elmentünk Kőszegre, ott van egy bár, azt körbejártuk csak, nem mentünk be, mert hogy megbeszéltük, hogy nem megyünk be. Aztán elmentünk az írott kőhöz, ahol is a buszsofőr rohadtul szar helyen állt meg. Felbírt volna menni a tetejére nagyjából, de nem, a másik oldalra mentünk, ahol nem lehetett. És konkrétan egy 3-4 kilométert kellett sétálni felfelé, és kb. Egy 5-600 métert kellett megtenni függőlegesen ez alatt a 3-4 kilométer alatt, és ugyanezt vissza. Hát, és mondjuk megérte a kilátásért, de hát ja, lehetett volna rövidebb is. Aztán Irodkőről elindultunk haza, megálltunk Marcaninál WC-re, mert hogy amúgy az osztályfőnök elfelejtette azt, hogy emberekből vagyunk, és az emberek szoktak WC-re járni. És hogy utoljára a szálláson voltunk reggel 9:30-kor, olyan lehetőségben, hogy mi elmenjünk WC-re. Mondjuk az Irodkőnél erdőben voltunk, de most akinek olyan dolga van, amit nem lehet erdőben elvégezni, az durva. Meg azért lányok is voltak velünk, úgyhogy az a másik.
És írott körről 4 órakor értünk le a buszhoz. És akkor indultunk el Pécsre vissza. Úgyhogy igen, Marcinál megálltunk. Egy 10 percre. Mindenki így... Istenem, köszönöm. Imádkoztunk egy sort, hogy elmehettünk WC-re. Aztán jöttünk vissza Pécsre, és végül vissza is értünk egyben egészben. Hát olyan, mikor 3-1-8 körül értünk haza. Úgyhogy ja, érdekes volt ez az időszak. Nem tudom, azon gondolkozok, hogy most rakjak-e be képeket, vagy sem. Vagy külön, igazából azon gondolkozok, hogy rakjak-e be ide képeket. Vagy csinálok egy külön csak ilyen diavetítésest, hogy a képek. De szerintem inkább berakok sajátot ide. Na mindegy. Ennyi lett volna. Ez történt fel a mostani kirándulásom. Konkrétan egészig észak-nyugat Magyarországon, illetve délnyugat Szlovákiában voltunk, mert egy kicsit délkelet Ausztrián is átmentünk Sopronba, mert hogy arra volt a legrövidebb az út. Úgyhogy ja, hát mondjuk nem megyek többet. Hú, nekem elég volt. A fele osztály öngyilkos akart lenni osztálykirándulás alatt, úgyhogy élvezetes volt. Elképzelhetitek mennyire. Úgyhogy ja, köszönöm szépen a figyelmeteket. A következő videóban, remélem hamar, találkozunk. Sziasztok!